Üdvözlöm neked ismét, folytatjuk a startot, mégpedig oszlopháborúval és Magyar György a Mahér ügyvéddel vendégem. Jó reggelt kívánok! Kedvi Csókolom, jó reggelt kívánok! Nagyon nehéz már kiigazodni abban, hogy tulajdonképpen kik itt jelentett fel. Most a legfrissebb feljelentés az a Mahér részéről érkezett, ugye, ha jól tudom, önök hivatali visszaélés miatt tettek feljelentést. Pontosan mi ez a feljelentés, mi ennek a lényege? Tehát hogy bocsássam előre azt, hogy kialakul ez a csetepaté a jogvilágában, azt túléljük, hiszen mi ebből élünk, nekünk ez a foglalkozásunk. De hogy a főváros utcáit is átalakítják ilyen tragikomikus csatajelenetekké, és a külföldiek, akik ezt látják, azok röhögő görcsöt kapnak, hogy miért van az, hogy sárga ruhába és piros ruhába öltözött emberek négy oldalról tartanak egy oszlopot, és azt kérdezik, hogy nem állnak meg ezek az oszlopok, miért kell őket tartani. Igen, valóban nagyon érdekes fotókat láttunk. Abszurd az egész. Én azt gondolom, hogy óriási felelőssége van azoknak, a döntéshozóknak, akik képesek erőből ezt a helyzetet teremteni, és nem a jogvilágában, a bíróságon, a jogalkalmazás és a jogérvényesítés területén akarják ezt az ügyet tisztába tenni, hanem kint az utcán. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az mennyire jellemző, ami ebben az ügyben történik. Ugye a fővárosi önkormányzat egy oldalon szerződést bontott, hát milyen lehet valaki gondolatja, hogy ő már nem szeretné ezt a szerződést, mondjuk azt elméletben, hogy joga van hozzá. Mennyire jellemző az, hogy a sértett fél, akinek felbontották a szerződését, ő ezt megfellebbezi, innentől kezdve ugye nem jogerős a bírósági döntés, de a gyakorlati megvalósítása az elkezdődik. Mi a jellemző? Meg szokták várni a felek azt, hogy lezáruljon a per, legyen egy jogerős bírósági döntés, vagy el szokott kezdődni a fizikai megvalósítása, vagy a jogkövetkezményeknek a gyakorlati megvalósítása? Az ön kérdése nagyon helyes, és valóban ez a dolog lényege. Nincs bírói döntés ennek a felmondásnak az érvényességének a megítélése tekintetében. És mégis elindult ez az úgynevezett végrehajtás, amihez a világon semmi joga nincs, annak a félnek, aki felmondott. Tehát egyrészt van a jogoldala, nincsen joga hozzá? Semmi joga nincs hozzá. Akkor ilyen sem, hogy ugye önök, igyekszem nem elveszni a részletekben, de önök, illetve tehát a Mahér kért egy ideglenes intézkedést, aminek az lenne a lényege, hogy jó, van egy jogvita, de addig is, ameddig tart ez a jogvita, a főváros ne nyúlhasson hozzá, ne vitethesse el az oszlopokat. Ezt a bíróság elutasította, ez nem azt jelenti, hogy akkor a fővárosnak most van jog elvinni az oszlopokat? Nem azt jelenti, a második kérdés is ötös, tehát teljesen jól látja a kérdést, valóban ez egy másik történet. Kezdjük előről. Szabad annyi időnk van nekünk? Van. Próbáljuk meg. Ennyi idő alatt egy pert meg lehet nyerni. Tehát a történet lényege a következő. Felmondtak, ilyen-olyan-amolyan indokokkal, ezt most ne vitassuk, meggyőződésünk szerint érvénytelenül, jogellenesen is nem úgy, hát ahol. Ezt majd eldönti a bíróság. Ezt majd eldönti. Egy olyan szerződést mondtak fel, ezt még azért tegyük hozzá, amiben nincs felmondási jog. 25 éves tartós szerződés, nem tartalmaz felmondást. Ez 2027-ig szólt volna. 31-ig is jó az. 31-ig? Hát maga még megéri, nekem pedig már mindegy. Tehát a történet lényege az, hogy felmondanak rendkívüli okokkal, olyan okokra hivatkoznak, amelyek nem valós okok, és nem most keletkeztek. És a törvény és a joggyakorlat egyértelmű a tekintetben, hogy rendkívüli felmondást akkor lehet gyakorolni, hogyha az a sérelmis magatartás a használó vagy a bérlő vonatkozásában, akkor jelentkezett. Nem lehet 3 év múlva azt mondani, hogy én akkor most rendkívüli módon felmondanak. Gondoljon csak egy munkaviszonyra, gondoljon csak egy lakásbérleti viszonyra, ahol nem lehet csak ideglenes módon dönteni. Tehát igen, mondjuk, hogyha egy évvel ezelőtt elkéstem az adásból, nem értem be adásra, akkor ezt nem egy évvel ma nem késett el. Mondják fel a szerződésemet, nem késtem. Hát ha ma nem késett el, akkor nincs ilyen veszély. Jó, tehát vitatják már önmagában a felmondást. Ezért okay. Megy a per, tehát novemberben adtunk egy keresetet, hogy bíróság, légyen kedves, és állapíts meg, hogy ez a felmondás érvénytelen. Párhuzamosan ezzel a keresettel január, tehát most hétfőn lesz a tárgyalás ebben az ügyben. Párhuzamosan ezzel azt is kértük, hogy nem kéne addig a bontást folytatni, vagy még nem tudtuk, hogy bontani fognak, hát ez derültékből a villámcsapás, szilveszteri ajándékba érkeztek ezek a bontások. Azt kértük, hogy a bíróság tiltsa el a várost attól, hogy ezt gyakorolja, ezt a jogát a felmondásból fogadni. Van egy jogvita, akkor a bíróság miért nem úgy döntött, hogy eltiltja az oszlopok elbontását? Mert az ideglenes intézkedés feltétel rendszere az egy jogi matematikai feladat. A jogi matematikai feladatban pedig nem volt rendesen beépítve, hiszen nem tudhattuk, hogy károkat fogunk szenvedni, nem tudhattuk, hogy veszik ezt a ordas magatartást, gondolkodás nélkül konok módon kirabolják a városnak ezt a lényeges pontját, olyan, mintha egy gyönyörű hölgy, mint mondjuk maga menne
az utcán, és egyszer csak odajön valaki, és kirángatná a fogait. Tehát a városhoz képest ezek az oszlopok, ezek a városkép részei. Tehát mi ezt nem tudhattuk, amikor kértük, hogy ideiglenesen döntsenek. A bíró tehát csak abban foglalt állást. És itt van a kommunikációs félreértés, magyarul félremagyarázás a hatalom oldaláról, hogy ez azt jelenti, hogy lehet bontani. Nem kérem. Ez azt jelenti, hogy a bíróság, ameddig el nem bírálja az ügyet jogerősen, addig nem hoz előzetesen döntést arról, hogy kell vagy nem kell a bontás. Nem azt mondta, nem kapott a engedélyt a bontás. Tegnap, szó hogy nincs el lehet erről. Vinni az oszlopokat? Szó nincs erről. Nem hozok döntést abban a kérdésben, hogy amíg én döntök, amíg én az ügyet el nem bírálom, addig ez felfüggesszem-e. Ez a dolog lényege. De mi megyünk majd a hétfői tárgyalásra, letesszük az asztalra az önök fotóit, meg a többi média által előkészített anyagokat, és bemutatjuk, hogy milyen károink vannak, nem csak fizikai károk, hanem a szerződés felbontásából származó egyéb joghátrányok. Ezt a bíró elé tárjuk, és újra előterjesztjük ezt az időnetintézkedést, hogy addig is tessék szerintem már eltiltani ettől a tragikomikus magatartástól a károkozót. Hétfőn a bíróság eltilthatja a fővárost? Akár teheti, ilyen ideiglenes intézkedést 10 percenként elő lehet terjeszteni. Ezt mi megtesszük, szakmailag előkészítjük azt a szakmai anyagot, ami erre alkalmas. Már csak abba is gondoljon bele, ha elviszik az oszlopokat, hogy bizonyítjuk be, hogy mi szerződésszerűen teljesítettünk? Hát a bizonyítékokat veszik ki a kezünkből, ez törvénysértő. Tehát magyarul akkor az ügynek a jogi vonatkozása mondhatjuk úgy, hogy hétfőn a bírósági tárgyalóteremben zajlik, majd azt mondja és meg nekem. És ott is kéne ennek zajlani. Ott is kéne, de hát látjuk a gyakorlatban, hogy nem ott zajlik. Azt mondja meg nekem az utcán, ma mi fog történni. Eddig az elmúlt napokban azt láttuk, hogy őrzővédő cég emberei így ölelik az oszlopokat, igen, ahogy ön is mondta, és egyébként akik el akarják szállítani az oszlopokat, ők meg megpróbálják elvinni, valóban tragikus. És ha kicselezi, akkor ugyanez elviszik. Lesz? Nem változott a van helyzet? Van valami új hírünk, ez még tegnapról származik, körülbelül most egy a héthez állunk, tehát a 700 oszlopunkból majdnem 100-at vittek már el a védekezés nehézségei okán, meg kicseleznek bennünket, és azt mondják, hogy arra kanyarodnak, de fordítva kanyarodnak, és mert odaérünk, már kikapnak egy oszlopot. Ez a magatartás is elfogadhatatlan. Ezért is vannak a különböző eljárások, de azt hiszem korán reggel ne terheljük meg szegény nézőket ezzel, mert belebolondulnak. Azt várható, és ezt hallottuk, hogy a szerdai napon azt mondták a bontó munkások, a védő embereknek, akikkel már jó viszonyban keletkeztek, ugye sokan találkoztak az oszlop világában. Lehet, hogy azóta már össze is járnak az őrzővédő cég emberei, a közkeret fenntartó embereivel. Az egyik ember, vagy több helyen azt hallották a védők a támadóktól, hogy péntekig lesz ez a macskaegér, mert péntekre visszavonják az őrzővédő cég engedélyét. Ez már durva, mert ehhez megvoltak az előkészületek. Ezért mondtuk azt, amivel ön kezdte a beszélgetést, mi ez a visszaélés, ez a hivatali visszaélés, ez, hogy zaklató módon ellenőrzést tartanak annál a cégnél, amelyik a védekezést megszervezte, zaklató módon ellenőrzik őket indokolatlanul, embereket visznek be, áll problémákkal, hogy garázdák voltak, mert belerúgtak a darús kocsi gumiába. Tehát demonstrálják, hogy az erőhatalom azon az oldalon van, és megfélemlítik azokat az embereket, akik mernek vállalkozni a jogos védelemre, mert mint tudjuk, a birtokát mindenki joghatsan önhatalommal megvédheti. Kocsis Máté ugye már korábban megfenyegette ezt az őrzővédő céget, hogy visszavonják a működési engedélyüket. Ön úgy tudja, hogy ma ez meg fog történni? Tendál ebbe az irányba, én nem tudok semmit, én csak hallom az információkat, olyan vagyok, mint egy hírügynökség, kapom az anyagot és próbálom feldolgozni. A történetnek az a lényege, hogy van ilyen veszély. Bakondi úr is és Kocsis úr is megjelent a médiában, milyen nyilatkozatokat tett, az egyik karhatalommal fenyeget. Utoljára 1956-ban volt karhatalom, az én fiam most csinálta a Biszko Béla ügyét, innen tudom, hogy a karhatalom akkor volt és most nincs karhatalom. A rendőrség be nem avatkozhat ilyenbe, aki megnézi a tegnapi Népszabadságot, láthatja, hogy az ország legjobb jogásza ugyanezt a jogi álláspontot foglalt el, amit mi. Hogy nincs joga a városnak jogerős bírói döntés nélkül bontani, meg kell várni a jogállamban a bíróság döntését, aki ez ellen cselekszik, az önkényes lesz, és önbíráskodó lesz. Tehát erre mondottam én azt, hogy annyi minden jogi felület van, annyi sértés van, hogy nem képesek kivárni ezt, és erőből megmutatjuk, hogy az lesz, amit mi akarunk, hogy én meggyőződésem szerint ez nagyon káros, nem csak az ügy megítélése szempontjából, hanem a lakosság szempontjából is, és kifizeti a számlát, tessék mondani nekem. A kérdés költői.
Így van, a kérdés költői volt, ma pedig akkor meglátjuk, lesz-e még nap végére, és a péntek úgy zárul le, hogy lesz az őrző védőcégnek működési engedélye. Figyeljük majd az eseményeket. Köszönöm, hogy itt volt van. Én köszönöm a lehetőséget.